Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neve dicséretétünk felséges. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hálaadó ünnepi Isten tiszteltünk kezdetén a 105. Zsoltárra magasztaljuk a mi Urunkat. A 105. Zsoltár első versét énekeljük, amely így kezdődik. Adjatok hálát! Szerdán az 10 órakor a Kárpáti temetőben.
Még az ünnep előtt már többször hirdettük, hogy elhúgy Szabó István, tiszteletbeli presbiterünk, aki 71 éves volt. A hallgasztás utáni búcsúztatására itt a templomba kerül sor a rákövetkező héten, szerdán, január 8-án, 16:30-kor. Temetése pedig majd január 10-én, 15 órakor lesz a Pászmát falui temetőben. Ma reggel kaptuk a hírt, hogy elhunyt Büki Sándor testvérünk 68 éves korában, a Hóvirág utcában lakott. Az elhunyt testvérünkben a nőszövetség korábbi arelnöke férjét gyászolja. Temetéséről majd a hét elején történt kintézkedés. A mindenható Isten vigasztalja meg elhunyt testvérünk gyászoló szeretteit, hogy ő nekik eljött Jézus Krisztus üzenete, aki ezt mondja, én vagyok a fennállás és az élet. A kiállat lelátására adja majd a reformátusok lapja, amely ettől a januári számtól kezdve 400 forintba kerül. Hajdú Szabolcs kormány nehogy abban címmel írta a vezércikket. Olvasodunk arról, hogy 2020 a nemzeti összetartozás éve, illetve Garnóczi Balázsról olvasodunk egy emlékezés, nem lezárás címmel beszélgetés Trianonról. Köntös László testvérünk pedig új év kérdője ezzel a címmel írta le a gondolatait. Ezen a héten az Egyházmegyei Ima közösségünkben a töltés tavalyi gyülekezetet imádkozunk, ahogy ezt a mai Isten tisztelete is megtesszük, kérjük a testvéreket, hogy a továbbiakban is imádkozzunk ezért a kicsi gyülekezetért jövőnek. A következő ének alatt átmennek a gyermekek, a gyermek Isten tiszteletre, kivételesen az alkalomra tekintettel csak egy csoportban lesznek. Köszönjük Szabó Tamásnak, aki a gyermek Isten tiszteletet vezeti, hogy elvállalt ezt a szolgálatot. A 111. Zsoltárral folytassuk Istenünk énekszobában való magasztalását. A 111. Zsoltárnak énekeljük az első, a második és a hatodik versét. A 111. Zsoltárnak így kezdődik. Hálát adok Uram!
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg most Istennek írott igéjét, amit a szó hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvéből és a 84. Zsoltárból. Az ige szakasz hosszúságára való figyelemmel, alázatos szívvel és helyünket elfoglalva hallgassuk Istennek. Mi kedvesek a te hajlékaidnak seregedben. Sóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újjongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál a házat és a fecske is fészked, ahol fiókáit helyezi oltáraiknál, seregek ura, királyom és Isten. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Az őszi eső is eláraszt a váltását. Újult erővel haladnak és megjelennek Istennél a síralom. Uram, sereget Istenem, hallgass meg imádságot. Figyelj rám, járunk Isten. Istenünk, pajzsunk, nézz rám, tekints fölkentett szemünket. Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezen. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban vagyunk. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem mondja meg javaid az Úr azoktól, akik fethetetlenül élnek. Seregek, Uram! Boldog az az ember, aki benned néz. Amen. A minden kegyelem Ura és Istenek áldja meg az ő igéjét, annak olvasását, meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát a szívvel állunk mellett az év első vasárnapján. Áldunk és magasztalunk téged Jézus Krisztusért. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert megtartottál bennünket az elmúlt esztendőben, és bízhatunk te benned ebben az évben is. Urunk, hatalmas dolgot cselekedtél velünk, gyülekezetünkkel. Köszönjük, hogy megmutattad a te erődet, jelenlétedet és támogatásodat. Nekünk köszönjük, hogy sokakat arra indítottál, hogy alapozzanak, és így megújulhasson a mi templomunk, a te házad. Köszönjük, hogy ebben is megélhettük a te szeretetedet, és a te népednek az egységét. Urunk, hálánkat hozunk már előtt, mint hálaáldozatot, kérünk fogadd azt kedvesen tőlünk. Küldd most a te szent lelkedet, áldja meg a mi Isten tiszteletünket, áld meg az ige hirdetését, az ige hirdetőt adjál nekünk halló és értő füleket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetés hallgatására készülve énekeljük a 250. dicséretünk első versét, ami a korábbi énekeskönyv 463. dicsérete, és így kezdődik: Isten élő lelke.
ami segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igényét, amelynek alapján most az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni szeretném néktek, amint írva található a Zsoltárok könyvében, a 84. Zsoltárban, az 5., a 9., 10. és a 12. versekben eképpen. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Uram, seregek Istene, hallgasd meg imádságomat! Figyelj rám, Jákó Istene! Istenünk, pajzsunk, nézd ránk! Tekints föl kedved személyére! Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim a Jézus Krisztusban! Azt gondolom, nem csak én vagyok Úr, hogyha azt a szót hallom, hogy boldog, akkor felkapom a fejem, és jobban odafigyelek arra, amit ezzel a szóval összefüggésben hallhatok. És azért van ez így, mert lelkünk mélyén él az a vágy, hogy mindnyájan szeretnénk boldogok lenni. Szeretnénk örömmel élni az életünket. Érdemes hát most is, úgymond felkapni a fejünket és figyelni. Főként azért, mert nem akárhonnan hangzik el a minket megszólító szó, hanem az Isten igéjéből. És mindez azért lehetséges, mert Istenünknek is az a vágya, hogy mi emberek boldogok lehessünk. Mennyei Atyánk örömteli életünket, vele való belsőséges kapcsolatban gondolta el, ahogy erről ősi hitvallásunk, a Heidelbergi K.T. is van. Isten az embert jónak teremtette, saját képére, igazságosságra és valóságos szentségre alkotta, hogy Teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, vele örökké boldogan éljen, őt dicsérje és magasztalja. Ez az az alapállapot, amelyet megrontott a bűn, de az Úristennek elgondolása nem változott meg rólunk. S a Zsoltáros vol arról, hogy kik a boldogok. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Ez a Zsoltár egy izraelita éneke, aki a három naminep egyikére találkozott volt el Jeruzsálembe, hogy elmenjen a templomba, hogy részt vegyen a többiekkel az Isten tiszteleten, hogy ott az Isten magasztalja és dicsőítse. És a templomhoz való ragaszkodás az Istennel való szoros életközösség jelen. Aki szereti az Úristen, szeret az ő házát is. Szeret az Isten házában lenni, szeret ott örvendezni, szeret ott énekelni, szeret ott igét hallgatni, szeret ott imádkozni. S a Zsoltáros boldognak mondja mindazokat, akik itt lehetnek, a papokat, a lévitákat, akik a jeruzsálemi templomban teljesítettek annak idején szolgálatot. S a hívőember úgy érzi, úgy éri meg, a templom az ő hazája, adományából. A templomban közel érezte magát a Zsoltáros és a Úristenhez. És mi is közelebb érezhetjük magunkat mennyei Atyánkhoz, az ő templomában. Tudjuk és valljuk, hogy a mi Istenünk mindenütt jelen van, és mindenütt közel van hozzánk, és mi is közel lehetünk hozzá.
áldatlan, szomorúságon átjutva, mégis Isten áldott népévé vált. Mindez azért lehet, mert Istennel élve megváltozik az ember értékrendje, és megmutatkozik ez abban is, hogy a hívő ember imádkozik. És a Zsoltáros is imádkozik, könyörög. Uram, sereget Istenet, hallgass meg imádságomat! Figyelj rám, Jákob Istenem! Istenem, pajzsunk, nézd ránk! Tekints fölkentett személyére! Hívő imádkozik, vagyis egész életét bele helyezni az Istennel való közösségbe. És ugye ismerjük Pál apostolnak a kutítását. Szüntelen imádkozzatok! Életetek szüntelen legyen kapcsolatban az Istennel. És ez lehetséges számunkra, mert élő Istenünk van. És a Zsoltáros imádkozik és könyörög a közösségért is, a társadalomért is, amiben benne él. És amikor így imádkozik, hogy fölkentedre néz kegyesen, ez azt jelenti, hogy Uram Istenem, akinek megbízatást adtál a társadalom vezetésére, annak is légy segítsége, annak is légy gyámulat. Nem csak önmagát bízza Istenre, hanem azt a közösséget is, amelyben ezen a földön benne él. És a Zsoltáros boldog is örvendezik, mert nem ismerhette a kegyelmet. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Az, hogy Isten felé fordul, a kegyelem kifejeződése is. Azt is tudjuk, hogy mindezt az Úr Jézus Krisztusban tette meg legteljesen módon. És amikor önmagát adta értünk, akkor azt mondja a mi Úrunk Jézus Krisztus, hogy ez az az új szövetség, amelyet az Úristen köt az emberrel. Jézus Krisztusban kaphattuk és kapjuk ismételten a kegyelmet. És így lesz az Isten nappá és pajzsát életünk. És erre a két szóra kérjük, most még értelmezzük egy kicsit. A nap minden élet eredete. Nap nélkül nem lenne élet. A nap éltető erő. Az Úristen, ha kegyelmet gyakorol rajtunk, éltető erővé válik. Ha elfogadjuk, ha ez érte, akkor megerősít mindnyájunknak. A pajzs pedig a védelemhez közel. Megnyílik az Isten ereje a kísértések között, a támadások között is, és ha pedig a szó eredeti értelmében nem védik meg, mert azért keresztény üldözés is van, üldözik a keresztényeket is, akkor is vagy az Úristen, mert megerősíti azokat is, könyörül rajtuk is, és az örökké valóságba átvezeti őket. Érdemes hát az Úristen magasztaló boldog közösségben élni. Adjunk hálát Istennek, hogy ebbe a közösségbe minket is elhívott. És most is adja a lehetőséget, hogy így örvendezve, örömmel legyünk ő előtte, és dicsőítsük őt. Adjunk hálát most azért, testvéreim, hogy éve az Úrnak bátori hajléka is megszépülhetett. Szépségében jobban vonz, hogy itt az Urat állunk és magasztaljuk. És a megszépült templom legyen mindig alkalmas helye az Istennel való örömteli találkozásunknak. És az a szívem vágya és imádságunk tárgya, hogy ez megtörténhessék minél többször. És egyházmegyék közössége nevében ezt szeretném néktek tolmácsolni, átadni. Az Úr áldjon meg titeket, és ne feledjétek az igét, boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged, mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Amen. Feleljünk az igére, és énekeljünk az énekes könyvből a 411. dicséret 7. versét, a régebbi énekes könyv 378. dicséretének pedig a 6. versét, mely így kezdődik, tarts meg
időt adni, amíg ezt a közösséget mellett meg nem találhatunk és meg nem találjuk. Köszönjük a te végterem szeretetedet és irgalmadat, hogy közösségben lehetünk veled, hogy ezt a különleges szeretetet mi is megtapasztalhatjuk mindenkit. Megköszönjük néked most különösképpen is Anya Szent Egyházunkat. Köszönjük gyülekezetünket, mert kegyelmen és irgalmad jele ez is, hogy így közösségben, gyülekezeteben érhetjük a benned való hitünket gyakorolva, és egymással is közösségben lehetünk. Köszönjük, hogy valóban igaz és megérhető évezredek eltelte után is a zsoltáros mondomásnak. Boldogok, akik házadban laknak, és szüntelenül dicsérhetnek tégedet. Mennyei édesatyám, hálát adunk most, teljes szívünkből felújított templomunkért. Téged kérünk, hogy áldásoddal, jelenléteddel szenteld meg a bennem folyó alkalmakat, és benned való hitünk megerősödésének áldott helyévé legyen mindig. És ezen a vasárnapon különösképpen is az egyház megyénk közösségében imádkozunk és könyörgünk a töltés tavalyi gyülekezetért. Téged szeretnénk kérni, irgalmattal erősítsd azt a kicsi közösséget is. Köszönjük mindazt az áldást, amit eddig is adtál rájuk. Köszönjük a buzgóságot, a köszönjük az előrelépést is, és téged szeretnénk kérni, mennyei édesatyám, hogy további útjukon, szolgálatukban is áld és szenteld meg őket. Köszönjük eddigi megtartó kegyelmedet, és kérjük továbbra is rájuk is, és kérjük magunkra is, maradj velünk, hogy mi is veled maradhassunk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunk. Mindatyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, mint éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindetem testvéreim, az adakozást a ige szavával is, és örült a nép az önkéntes adakozásnak, mert tiszta szívvel önként adakoztak az Úrnak. Gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassunk meg most az ének a szolgálatát, Halmos László, hogyha az Úr nem építi a házat, szívünk tüzet adják elő.
is néhány szóval foglaljuk össze azt a külső felújítási munkát, amit most lezárunk, illetve amiért hálát adunk. A tartalma néhány szóval, hogy ez az építkezés mit is jelentett, ha foglaljuk össze. Megtörtént a teljes kettő híjazatának cseréje, ami korábban azbeszt tartalma fal volt. Ezt lecseréltük újfajta, már megfelelő fal a lemezekre. Alatta a bitumenes lemez cseréltük, deszkázott és faszerkezetet javítottuk. Megtörtént a bátorzat cseréje, szegély mánakoló falszegély, eres szegély, kibújó ablakoknak a cseréje, a tetőn levő díszes bátorzás ablakok felújítása, lefolyós vegycseréje, ablak könyökölik és egyéb párkányok díszek bátorozása. Megtörtént a teljes homlokzatnak a felújítása, a falfelületek javításával, homlokzat díszek javításával és felújításával, teljes egységes festéssel, illetve a külfelületek tisztításával. Tornyokon megtörtént a toroncsi csapok javítása, amely korábbi lőtt sérülésekből keletkeztek. Történetek szerint 1945-ben lehetett ez, amikor valamilyen valamikorosz katona egy sorozatot lőtt a csillagokban. Ennek a nyomai bizony látszottak a csillagokban. Az egyik csillag sugárt is szétroncsolta teljesen ez a lövés. Sorozat ezeket kijavítottuk. A felső tető, torony tetőben levő kizsalos ablakokat kicseréltettük. A nem vörös részbálkozatot cseréltük. Homlokzatot javítottunk és festettünk. Illetőleg a bejártunk külön megrendeléssel, egy külön szerződésben elkezdtük a felújítását, annak még a második fele tavasszal készült. Hadd mondjam el a beruházás számokban is, milliós nagyságrendek kerekéből könnyen legyen a nagy számokat megjegyezni. A felújítás megvalósult része 74 millió forintba került, a konkrét kivitelezési munkák 57,4 millió és a megrendelt többletmunkák 4,7 millió forintot jelentettek. Portikus lejárat elkészítésének első fele 2 millió forintba került. A pala is, mert az külön vásároltuk, a pala is annak megsemmisítése 9,7 millió forintba került és egyéb munkák 0,17 millió forintot költöttünk. Ezt a 74 millió forintot a következő összegekből tudtuk biztosítani. Mindenek előtt a legnagyobb része, ami miatt bele mertünk vágni ebbe a vállalkozásba, az egy állami pályázati támogatás, amely keresztül a Dunántúli Református Egyház kerület számunkra megítélt 49 millió forintot, amelyből láttuk, hogy el tudunk kezdeni munkát. 2018 és 19 esztendőben Pápaváros önkormányzatától ehhez 4 millió forintot kaptunk. 2019-ben a Pápai Református Egyházmegye építési alapjában 1 millió forintot kaptunk. Gyülekezetünk 2018-ban 1,95 millió forintot, 2019-ben 8,31 millió forintot adott össze, tehát a kettő összeg bizony több mint 10 millió forint volt. Gyülekezetünk korábbi megtakarításaiból 6,7 millió forintot fordított az építkezésre, és hogy az idei évben ki tudjuk fizetni minden számlát, kértünk és megítélésre került a számunkra a Dunántúli Református Egyház kerületétől 3 millió forint visszatérítendő támogatást a következő évben fogunk visszafizetni az egyház kerületnek. A pályázatban bevett felújítások tehát elkészültek, meg az elszámolását is elkészítettük, és nem sokára benyújtjuk. A pályázaton kívüli munkákból maradt hátra még némi feladat, amelyről már az előbb is beszéltem, szeretnénk a portikuszt teljesen befejezni, ez még nagyságrendben 2 millió forintba fog kerülni, és egyéb tervezett munkáink vannak többek között a bejárati lépcsőknek a teljes felújítása, esetlegesen a rendre, a mozgássérült emelő felújítása, és egyéb kisebb munkák, amelyek a nagyságrendben 3 millió forint, illetőleg még vissza kell fizetnünk ebben az esztendőben a kerületről kapott támogatást. Tehát 2020-ban nagyságrendben 8 millió forintot kell még majd ráfordítanunk így a templomra, amelynek nagyságrendben 5 millió forintra megvan a fedezete, úgyhogy ez a 3 millió forint az, amit ebben az évben szeretnénk a gyülekezettől majd kérni, illetőleg a Dunántúliban összegyűjteni. Engedjék meg, hogy gyülekeztünk presbitériumban, illetőleg elnöksége nevében megköszönjük mindnyájunknak azokat az áldozatos adakozásokat, amelyeket az elmúlt évben felmutattak.
kicsit hitűségüket hadd mutassa az egy aprócska tény, hogy a presbitérium a költségvetésben 3 millió forint adományt tervezett be, hogy a gyülekezet tagoktól ennyire számíthat, és ez majdnem elérte a 9 millió forintot ebben az évben. Hálásak vagyunk a megindult szívekért, az odaszánt adományokért, és minden kedves testvérünknek köszönjük az adományt. Illetve köszönjük azoknak a szervezeteknek és a segítségével elvégezhetjük terület felújítását. Nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Ezért hívtuk össze a közösségünket hálaadásra, hogy mindezért Istennek adjuk dicsőséget, és ugyanakkor kifejező köszönetünket és hálánkat a gyülekezetnek. És engedjék meg, hogy néhány itt lévő szervezet képviselőjének átadjunk egy emléklapot az ő támogatásokért. Kérem, hogy aki megszólítok, az legyen szíves az jól. Kérem Körtös László főérzőt, hogy legyen szíves idejönni és átfele Dunától Református Egyházkezet részére készített emléklapokat. Köszönjük nagy lelkű megítélését ennek a támogatásnak, és Isten áldását kérjük az Egyházkezet további szolgálatát. Felkérem Dr. Áldozó Tamás polgármester urat, hogy megköszönhessük ezt az emléklappal az önkormányzat előző év és azt megelőző év erre a célra jutott nagy lelkű támogatását. Tiszteltel felkérem Esperes urat, hogy a Pápai Református Egyház megye támogatására emléklapját adjuk át az egyház megye képviselőjének. A projekt kivitelezésében két gyülekezeti tagunk nagyban segítkezett, és önök személyes is szeretnék ezt megköszönni. Mezei Lászlóra szeretném ide kérni, aki a egész munkát megtervezését és aztán a műszaki felügyeletét, műszaki elnöri felügyeletet is végezte, és hadd köszönjük meg neki személyesen a munkáját. A projektmenedzseri feladatokat pedig szinte egy gyülekezeti tagunk Nyírmonti Károly vállalta és végezte el, ennek is szeretnénk ezt is megköszönni. Szerettük volna személyesen megköszönni a Nepepel Kft. Képviselőinek a munka elvégzését. Egy rövid levélben indokolják ezt, miért nem tudnak itt lenni, egy családi ünnepség miatt nem tudnak itt lenni, de hadd olvassam fel azt néhány gondolatot, amit megosztottak a gyülekezettel. Hiszen Márkus milyen jó tisztelt gyülekezet, a mai Isten tiszteleten sajnos nem tudunk megjelenni, ezért kérem fogadják tőlem az alábbi sorokat. Nagy örömünkre szolgált, amikor a pápai református templom tető és homlokzat felújítási munkálataival a Pápai Református Egyházközség cégünket, a Debrecen Kft. Bízta meg. A feladat összetett és bonyolult, kihívásokra teli volt, mind az épület méreteit, mint pedig működő templom funkcióját tekintve. A felújítások ideje alatt mindig fontos feladat volt az állam megoldás és a mindennapi használat biztosítása. Elengedhetetlen volt számunkra, hogy a munkálatok eredményeként hosszú ideig tündökölesül a református közösség ezen szép építmény. Járhatunk olyan helyeken a templom tetőzetében, ahol a templom gondokán kívül talán igen kevesen járhattak. Megismerhetünk sok az épület történetéhez kapcsolódó érdekes részletet, ilyen volt a torony tetején lévő csillagok tüskéért nevek, vagy a sérülések okai, vagy az építés mentének története. Megtisztelő volt, hogy ezeket a régen ejtett sebeket ennyi év után mi javíthattuk ki. A sok kihívás ellenére ez egy szép feladat volt a számunkra. Ezúton szeretném megköszönni megtisztelő bizalmunkat tisztelettel Demeter Andrá és Demeter Balázs a Debrecen Kft. Képviseletében. Még egyszer engedjen a kedves gyülekezet, hogy megköszönjem mindazoknak a gyülekezeti tagoknak, vagy éppen névtelen adakozóknak, akik adományaikkal segítették felújításunkat,
Hálálunk Istennek azért, hogy ezt befejezhetünk. Helyünkön ülve maradva hagyjuk meg fejünket, és imádkozzunk Salomó király templomszentel és imádságunknak néhány gondolatát. Uram, négy nyitott szemre erre a házra, éjjel napra arra a helyre, amelyben azt mondtad, ott lesz az én nevem. Hallgass meg a te szolgálatnak és népednek a könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Ha majd vétkeznek ellened, hiszen nincs olyan ember, aki ne vétkezné, de aztán teljes szívükből és teljes lelkükből megkérnek hozzád és imádkoznak hozzád. Hallgass meg imádságokat. Bocsáss meg népednek, amit ellened vétettek, és minden hűtlenségeket, amiben hűtlenek voltak hozzád. Nézz nyitott szemmel a te szolgádnak és a te népednek könyörgésére, és hallgass meg őket, amikor hozzád kiáltanak. Így kérjük a te áldásod a gyülekezetünkre, a te jelenléted legyen velünk mindig, minden időben. Amen. Együtt lépjük végén, szeretett testvérek, először majd a 90. Zsoltár 7. versét énekeljük fennállva, azt követően nemzeti imádságunkat, a himnuszt, majd kérjük Isten áldását, és utána pedig mindenkit kérünk, hogy jöjjön át a gyülekezeti házba arra a szerint fogadásra, amellyel készültünk hálódással. Tehát a 91. Zsoltárunk 7. versét énekeljük fennállva, és majd utána nemzeti imádságunkat. Thank you.
Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Uram, seregek Istene, hallgass meg imádságomat, figyelj rám, Jákob Istenet. Istenünk, pajzsunk, nézz rám, tekints fölkentett személyére. Mert nap és pajzsat úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Az Isten végessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.